Fájó vereséget szenvedett a legutóbbi fordulóban a sereghajtóként érkező Kozár Michelintől a Kisvárda, amely így elszalasztotta a lehetőségét annak, hogy ott maradjon az élmezőny közelében. Sok idejük nem volt a szomorkodásra a várdaiaknak, mivel kedden már Liga Kupa mérkőzést játszottak az MTK otthonában Révész Attila tanítványai. Az élvonalbeli csapat ellen elért 0-0-ás döntetlen arra mindenképpen jó volt, hogy erősítsen valamennyit a futballisták önbizalmán. Az igazsághoz hozzátartozik, azért többet volt náluk a labda, illetve többet támadtak, viszont azt mondom, hogy elég masszívan tudtunk védekezni, és igazság az, hogy nagy helyzeteik csak pontrugások után adódtak. Hát hétvégén Ajkára látogatunk, ahol szintén egy hasonló felfogásba kell játszanunk, egy biztos stabil védekezésből kell megpróbálni pontokat elhozni majd Ajkáról. Nagyon nehéz helyzetben lehetünk most, hiszen megyünk Ajkára, utána jön hozzánk a Dunaújváros, nagyon fontos lenne most idegenbe legalább egy pontot, nagyon jó lenne hazahozni, hogy utána úgy tudjuk fogadni a Dunaújvárost. A szombaton 15 órakor kezdődő találkozón Révész Attila nem számíthat a kiállítása miatt két mérkőzésre eltiltott Pálvölgyi Balázsra és a műtét után lábadozó Lakatos Istvánra. A forduló további párosítása a következő. Nyíregyháza Spartakusz Balmazújváros, Békés Csaba Szolnok, Dunaújváros Siófok, Kozár Michelin Sziget-Szent Miklós, Tatabánya Cegléd, Zalaegerszeg Sopron és Vasas Gyirmót.